Karcagi Nagykun református általános iskola végzőse Dániel Emese sok szép eredményt ért el. Sok versenyre eljutott a refis évek alatt. Nagyon szép emlékekkel Ballagell iskolájából. Sok verseny emléke van. A legtöbb ilyen biológia verseny volt, leginkább a Curie környezetvédelmi emlékverseny, de még kétszer voltam egy hon- és népismereti versenyen is. Ez egymásról egy kicsit messze van, hogy jött ez össze, mik a kedvenc tárgyaid? Hát a kedvencem a biológia és a kémia, de amikor még volt, akkor én a hon- és népismeretet is nagyon szerettem, de olyan óránk már nincsen. Az elmúlt hónapokban nehéz volt számára, hogy nem láthatta osztálytársait, a tanulásban néha voltak nehézségek, de két testvérével is segítették egymást. A biológia, a kémia, a hon és népismeret volt a kedvence. Ezekhez kapcsolódtak a versenyei is, ahol egyéniben, csapatban is dobogós helyeket hoztak el. A refi gimiben tanul tovább. A tűzoltó pályát meghagyja édesapja hivatásának. Szabad idejében sokat rajzol, de nem szereti a kötöttségeket, amikor megmondják, mit rajzoljon. Néptáncolok a városi néptánccsoportban. Ez, de igazából nagyon szeretek olvasni, megrajzolni. És rajzolni mit rajzolsz? Csak úgy magad igen. Kedvére? Igen. Leülsz, és akkor most magad elé rakol egy csokorvilágot, és lerajzolod, vagy éppen a fantáziád indul meg inkább ilyenkor? A fantáziám. Így nem bírok így kötött dolgokat rajzolni. Inkább saját elképzelése alapján például egy-egy szál virágot rajzol. Szabad idejében sokat olvas mai regényt, vagy családjával biciklitúrákon vesz részt. Leginkább mai regényeket szeretek olvasni, és leginkább ezeket a sorozatos könyveket. És mi jelenti még a kikapcsolódást? Hova jártok? Anyáikkal mentek-e közösen? Tehát milyen családi programok vannak, amit mindenki szeret? Hát biciklizni közösen, esetleg hegyekben túrázni, és esetleg elmenni fürdőbe, és ilyenek. És mondjuk biciklizés közben, hogyha látsz valami érdekes növényt, akkor megálltok, megnézitek, vagy valami maradványt találtok ott a határban, hogy valami kiszáradt fa, ilyesmi. Tehát van benned ilyen kutatási szándék, vagy inkább csak úgy megnézed, hogy ez szép, vagy tetszik? Igen, általában, ha látunk valami különlegeset, akkor azt mindig megállunk, megnézzük, lefotózzuk. Zene az volt 8 év alatt, vagy csak a szokásos? Nem volt. És mit adott neked a refi? Tehát hogy érzed, hogy felkészültem mész el ősszel a 9. évfolyamra, vagy azért még nyáron szeretné esetleg tanulni egy kicsit, hozzáolvasni, vagy inkább bemélyíteni a tudásodat? Hát szerintem biztos, hogy felkészültem fogok innen elmenni, mert hát tényleg rengeteg érdekességet is tanultunk, és csak sokszor még olyanokat is megemlítés szinten, hogy ezt nem kell tudni, de később még jól jöhet. Akkor sok ilyen van a kis talisznyádban, amit magaddal viszel? Igen, vannak. És várod már a középiskolát? Nagyon. De azért izgulok is, hogy milyen lesz, meg hogy fogok tudni tanulni, de ettől függetlenül várom. Most angol középfokú nyelvvizsgára, felkészítőre jár.